Halálos tűzeset török Szent Miklóson. 2016. november 4-én pénteken teljesen kiégett egy lakóház melléképülete török Szent Miklóson a Móra Ferenc utcában. A tűzoltók egy holttestet találtak, tájékoztatta a Jász-Nagykun Szolnok-Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtószóvője televíziónkat. Estolt Anikó közölte, a felnőtt áldozat holttesten talált sérülések arra utalnak, hogy valószínűleg a tűz okozta a halálát. A lángok átterjedtek a főépület padlására is, amelyet a szolnoki hivatásos és a török-szentmiklósi önkormányzati tűzoltók eloltottak. Itt a Móra Ferenc utcában csaptak fel a lángok, jelenleg is tart a tűzvizsgálata. A reggeli órákban jelentették, hogy egy családi ház melléképülete áll lángokban. A török-szentmiklósi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki elsőként, majd őket a szolnoki hivatásos tűzoltók követték. A tűzoltók egy holttestet is találtak a házban, égési sérülései voltak, ő nem élte túl a tűzesetet. Időközben a lángok a melléképületről a ház padlására is átterjedtek, de időben sikerült megfékezni a tűz továbbterjedését, és így a tüzet eloltották a tűzoltók. 2016. november 3-án építőjátékokból nyílt kiállítás 17 török-szentmiklósi fiatal munkáiból az Ipolyi Arnold Kulturális Központban. A kiállítás célja az volt, hogy a gyerekek kreatívan töltsék el szabadidejüket, építsenek, szereljenek, és ezeket megmutassák diáktársaiknak. Medgyessy Klára, a Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy nyitottak a gyerekek ötleteire, várják a javaslatokat, hogy további gyerekeknek szóló kiállításokat szervezhessenek. Szeretném nektek megköszönni, hogy ilyen sokan részt vettetek ezen az első LEGO kiállításon, amit mi Dán építőkocka kiállításnak neveztük el, és az a cél ezzel, hogy ha kell, akkor minden évben szervezünk, rendezünk nektek ilyet, hogyha van más gondolatotok, ötletetek, másfajta játékkiállítás, vagy ami nektek kedves, azt majd tegyétek meg, anyáikkal megbeszélitek, és mi megszervezzük nektek. És nem is húzom, nem szaporítom tovább a szót, nagyon köszönöm még egyszer, hogy a szabadidőtökbe ezzel foglalkoztatok, és arra hívok és várok mindenkit, hogy ha másnak most nem hozott játékot, nem készített, akkor máskor tegyétek meg. A kiállítás december elejéig tekinthető meg az intézmény médiatermének nyitvatartási idejében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt vendégeink! Köszöntöm Önöket ebből az alkalomból, hogy a határvadász pályázat keretében rendőri pályára jelentkezők megkezdik jövendő hivatásukat megalapozó tanulmányaikat. A kormány 2016. augusztusában döntött a rendőrség 3000 fővel történő megerősítéséről, és szeptember 1-én megkezdődött az országos toborzás a készenléti rendőrség határvadász bevetési osztályai állományán. Elsőként meg kell említeni azt a kiemelkedő motivációt, amely a felvételi követelmények teljesítése során jellemezte a pályázókat, akik a képzést megkezdve bizonyíthatják, alkalmassá válnak arra, hogy a rendőrség hivatásos állományú tagjaiként szolgáljanak. A sikertelenül jelentkezők magas száma felértékeli az önök teljesítményét, az elért eredmény megbecsülését és további hasznosítását. A rendőrség vezetése nagy várakozással tekint önökre, hisz a folyamatos illegális migrációs nyomás a korábbinál lényegesen nagyobb rendőri erő alkalmazását teszi szükségessé Magyarország államhatárain. Számítunk arra, hogy felkészülten és magasfokú elkötelezettséggel fognak rövidesen szolgálatba állni. Hazánk nemzetközi kötelezettségei szükségessé teszik, hogy minden vonatkozásban eleget tegyenek az illegális migráció által kiváltott rendészeti kihívásoknak, és a határvédő elődökhöz méltó módon tanúbizonságát adják felkészültségüknek és humanitárius elkötelezettségüknek. A határvadász szolgálat különösen jó fizikai kondíciót, a fáradalmak elviselésének képességét, a szellemi terhelés tűrését igényli, ugyanakkor jogszerű és emberséges fellépést követel meg, amelyre a megkezdődő képzés felkészíti önöket. Döntésük minden bizonnyal nagy hatással volt családjukra, ismerőseikre, környezetük tagjaira, akik büszkék lehetnek önökre. Amennyiben megfelelnek a vizsgakövetelményeknek és szolgálatukat megfelelő hivatástudattal teljesítik, biztosított lesz önök számára a szakmai előmenetel, és jövőjüket is megalapozhatják a testületnél.
Az önökkel szemben támasztott követelményeket jogszabályok és belső normák határozzák meg. Ezek elsajátítása, az azokban foglaltak készségszintű alkalmazása lesz most a kiképzés legfontosabb célkitűzése. Az ismeretek elsajátítása mellett fontos teendőjük lesz a rendőri hivatás gyakorlásához szükséges szemléletmód kialakítása, a jogszabályokban biztosított hatáskörök alkalmazási szabályainak és korlátainak megismerése. A rendőri szolgálat szigorúan szabályozott módon, nagyfokú kreativitással, lelki egyensúly birtokában, empátiával és toleranciával látható el eredményesen. A képzés első két hónapjában a legalapvetőbb rendészeti ismereteket sajátítják el. Ebben a képzési szakaszban számos gyakorlati foglalkozás lesz, alaki fogásokat ismernek meg, lövészeteket hajtanak majd végre. Az elsajátított ismeretekről alapvizsgán adnak számot. Akik megfelelnek a követelményeknek, hivatásos állományba kerülnek, és tovább folytatják tanulmányaikat. Majd március végén őr-járőrtársi részszakképesítést szereznek. Ezt követően egy hónapos speciális képzés keretében megismerkedhetnek a legfontosabb határvadász ismeretekkel, és május 1-én befejezik alapfokú tanulmányaikat. A hivatásos állományba vételt követően önökre a rendőri állományra vonatkozó normák lesznek érvényesek, és ezek határozzák meg kötelességeiket, jogaikat, járandóságaikat. A felvázolt képzési program és a szolgálati jogviszonyból adódó kötelezettségek különleges erőfeszítést igényelnek majd. Kérem, legyenek fegyelmezettek, pontosak és kitartóak. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mindig segítsék egymást, legjobb tudásuk szerint teljesítsék előjáróik elvárásait, mert a rendőri munka alapkövetelménye a fegyelmezett, normáknak megfelelő jogszerű szolgálatellátás, az emberek szolgálata. A rendőrség ehhez a feladathoz minden segítséget megad, támogatja munkájukat, azonban szabályai szerint szigorúan eljár a fegyelemsértőkkel, a közösséghez méltatlan magatartást tanúsítókkal szemben. Az önök felkészítését és szolgálatba állítását nagy érdeklődés övezi. Ezért legyenek körültekintőek megjelenésük, személyes és internetes közösségi megnyilvánulásaik során, tartsák be azokat a hivatásetikai elveket, amelyeket oktatóik megismertetnek majd önökkel. Ugyanakkor forduljanak bizalommal oktatóik, a tancsoportok munkáját koordináló szakkapsz parancsnokok, illetve szükség esetén pszichológusok felé, ha valamilyen személyes problémájuk támad. Ők bizonyosan tudnak és bizonyosan fognak is segíteni. Ezen alkalomból kívánok szólni az oktatás képzési feladatokkal megbízott kollégákhoz is. Az önök megbízására azért került sor, mert előjáróik úgy ítélték meg, hogy felkészültségük, szolgálati tapasztalataik alapján méltóak, és a legalkalmasabbak arra, hogy részt vegyenek ebben a rendőrség számára különösen fontos szakmai munkában. Munkájuk során fordítsanak különös figyelmet az állomány gyakorlati képzettségének és jártasságának kialakítására, az őr-járőrtársi szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésére, a fokozatosságra, a közösségi szellem kialakítására. Munkájukkal bizonyítsák szakmai felkészültségüket és elkötelezettségüket hivatásuk iránt, adják át tudásukat a rendőri szolgálatra készülő kollégáknak. Mutassanak példát! Tisztelt pályakezdő hölgyek és urak! A továbbiakban egy közel 50 ezer fős nagy család a rendőrség kötelékében fognak szolgálni. A testületünk létszáma magas ahhoz, hogy mindenkit ismerjünk, de az egyenruha viselése, a közös feladat, a hivatástudat szoros köteléket alakít ki közöttünk, amelyben nem csak a kötelesség és a szolgálat, hanem a bajtársiasság, az egymáshoz tartozás kapcsai is összekötnek bennünket. Érezzék jól magukat a szervezetünkben, érjék el egyéni céljaikat, teljesüljenek vágyaik, melyhez az új rendészeti életpálya megteremti az alapot. Az őr-járőrtársi részszakképesítés megszerzését biztosító iskolarendszeren kívüli modulális képzést. Ezennel megnyitom. Köszönöm a figyelmet!